Jó estét kívánok, a Deponia Nonprofit Kft. Csalai telephelyére látogattak Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, hogy többek között a jövő terveiről egyeztessenek. Az esti mérlegben tartsanak velünk. A Deponia Csalai telephelyén 40-en dolgoznak naponta két műszakban, azért, hogy a hulladék, amiket nagy mennyiségben gyártunk, feldolgozásra kerüljön. Cserpalkovics András polgármester mindenekelőtt ezért a fontos munkáért mondott köszönetet a dolgozóknak. Egy nagyváros életében nagyon sok olyan szolgáltatás van, közszolgáltatás van, amelyek ha nem működnek, vagy nem működnének, akkor bizony a város leállna, vagy legalábbis a mindennapi élet az nagyon nehézkessé válna, és ezért fontos az, hogy időről időre köszönetet mondjunk azoknak az embereknek, akik ezekben a közszolgáltatásokban nap mint nap dolgoznak, és ezáltal biztosítják a város működő képességét és gyakorlatilag az üzemeltetésének a biztonságát. Úgy gondolom, hogy a csalai hulladéklerakó az mindenképpen egy ilyen szolgáltatás és egy ilyen hely, és az a több mint 40 ember, akinek itt most köszönetet mondtunk, azok két műszakban nap mint nap teszik a dolgokat, hogy itt a lerakó működjön, és a lerakón keresztül eltűnjön az a sok hulladék és szemét, amit sajnos termelünk, és itt nem csak a fehérvári szemétről van, hulladékról van szó, hiszen körülbelül 300 000 fő az, akit a Deponia cégcsoport kiszolgál, és nyilván a lerakó vonatkozásában ez egy plusz terhelést jelent itt Csalán, úgyhogy ennek a több mint 40 embernek mondtunk köszönetet. Én úgy gondolom, hogy ez fontos. Fontos volt, hogy mondjuk ugyanúgy a Deponia alkalmazásában álló embereknek, akik a Sörháztérről hajnali 6 órakor minden nap elindulnak, hogy a kukásautóval elszállítsák a szemetet, köszönetet mondjunk, ugye ez megtörtént például az adventi időszakban is, és most szeretnénk a nyilvánosság figyelmét azokra az emberekre irányítani egy kicsit, akik pedig itt a csalai hulladéklerakóban dolgoznak nap mint nap, és működtetik azt a közszolgáltatást, aminek a hiánya az pár nap alatt nagyon látványos lenne a városban. Úgyhogy alapvetően a legfontosabb cél az most a köszönetnyilvánítás volt, nyilván ezt a polgármester tolmácsolta, de én biztos vagyok abban, hogy ezt a fehérvári polgárok nevében tehettem meg ezen több mint 40 ember számára. Milyen új tervek vannak itt a csalai telepet tekintve? Nagyon fontos, hogy gyakorlatilag elnyert pályázatunk van többek között ennek a telepnek a fejlesztésére, illetve a szelektív hulladékgyűjtésnek a bővítésére, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy annak a célnak az elérésére, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a végén a lerakóba. Sőt, ugye az lenne igazán az elérendő cél, és talán a 2020-as évek közepére ez elérhető is lesz, hogy érdemben már lerakóban ne is kelljen hulladékot elhelyezni, speciális keretek közötti kivételektől eltekintve. Tehát ezt a feladatot kellene elérni, hogy folyamatosan a lerakóba kerülő hulladék mennyiség az csökkenjen. Ennek sok eszköze van, nyilván van technológiai, van eszközoldala. Nagyon fontos, hogy van szemléletformáló oldala is, hogy ne termeljünk annyi hulladékot, ne termeljünk annyi szemetet, figyeljünk oda a szelektív hulladékgyűjtésre, a két kukás rendszerre egyaránt, és nyilván lesz és kell, hogy legyen fejlesztés, komoly fejlesztés itt Csalán, és ez meg fog történni. Egyébként ez a munkakörülményeket is javítani fogja, tehát azt gondolom az itt dolgozó embereknek is egy fontos előrelépést fog jelenteni, de még egyszer a technológiai fejlődésen és fejlesztésen túl, az ingatlan fejlesztésen túl szükség van a szemléletformálásra is. És emellett pedig szeretnénk tehermentesíteni a tágértelembe vett belvárost, hiszen a Sörház térről a Deponia kiköltözik ide Csalára, és ez nyilván ott egy tehermentesítés fog jelenteni. De még egyszer fontos, hogy megköszönjük az embereknek a munkát, akik itt dolgoznak, itt a munkakörülmények javulni fognak, és az is fontos, hogy folyamatosan a Csalán élőket is tájékoztassuk arról, hogy mikor és mi történik itt, pont azért, hogy ne legyenek olyan félreértések, amelyek senkinek nem a szándéka, nem is fog megtörténni, de ha nincs információ, akkor persze ebből alakulhatnak félreértések, ezért fontos, hogy volt lakossági fórum, volt helyszíni bejárás érdeklődő polgároknak adtunk tájékoztatást, és természetesen a tervek is folyamatosan megismerhetők. Mikor a várható egyébként a terveknek a kivitelezése? Ez a következő években folyamatosan fog megtörténni. Ezeknek a fejlesztéseknek a háttere egy pályázat, az már nyertes pályázat, az ehhez szükséges források rendelkezésre állnak. Folyamatában az egyes közbeszerzési eljárások megindulnak, és aztán pedig ennek folyamányaként évről évre az újabb és újabb fejlesztések. És mondom, az igazi cél az az, hogy a lerakó mind olyan, abban az értelemben, ahogy most a lerakóról beszélünk, az funkcióját veszi.
elveszítse majd a 2020-as évek közepére. De azt látni kell, hogy a hulladékkal akkor is gazdálkodni kell, tehát munkaerőre akkor is szükség van, elkötelezett emberekre akkor is szükség van, tehát nem csak ma, hanem akkor is azt gondolom, hogy lesz miért köszönetet mondani az itt dolgozóknak. Azt hiszem, hogy a hulladéklerakás az egyik legfontosabb közszolgáltatásunk, hiszen annyi szemetet termelünk, ha magyarul akarok fogalmazni, hogy nagyon kell vigyáznunk, hogy nehogy előbb-utóbb ebbe belefulladjunk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy hogyan és milyen módszerrel gyűjtjük a hulladékot. Székesfehérváron először Öreghegyen volt mindig, Öreghegyen és Csalán az új módszerek kipróbálása, és azt hiszem, hogy nagyon jól működik most már a szelektív hulladékgyűjtő, az új kuka rendszer, ezt nagyon jól hasznosítják a székesfehérváriak, hiszen elsősorban az a cél, hogy minél több hulladékot újrahasznosítsunk, és ne a környezetünket terheljük vele. A hulladéklerakó egy adottság, amellyel a csalaiak együtt élnek. Volt, aki már itt lakott, mikor a hulladéklerakó ide került, és voltak, akik úgy költöztek ki, hogy nagyon jól tudták, hogy itt található ez a hulladéklerakó. Folyamatosan figyelmet fordítunk arra, hogy minél kevesebb ártalom érje őket. Ez azt jelenti, hogy szinte teljesen sikerült megszüntetni a szaghatást, és mindent megtesz a depónia a lakókért. Játszóteret épít nekik, most az idén itt felújítjuk majd ezeket a kiülős pergolákat. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a lakókkal, és folyamatosan tájékoztatjuk őket a tervekről, arról, hogy itt mit tervezünk. Megnyugtattuk őket, hogy ez nem jár olyan forgalom növekedéssel, amilyen ugye a városi pletykákban terjedt. Mintegy 40-45 fő dolgozik naponta ezen a telepen, illetve elég sok külső megbízásos munkavállalónk is van még ő rajtuk felül. Itt lényegében Székesfehérvár, és még két székesfehérvárnyi lakosságnak a hulladékát kezeljük, tehát meglehetősen nagy a hulladék mennyiség. Éves szinten vegyes hulladékból nagyjából olyan 60 ezer tonna, zöld hulladékból 10 ezer tonna, és szelektíven gyűjtött lakossági hulladékból 6700 tonna az, amit kezelünk. Ezek 2017 évi, tehát egészen friss adatok. Óriási tervekkel rendelkezünk, és azt gondolom, hogy egyébként ezek reális tervek, többen is vannak ráadásul. Egyrészt lényegbe döntés született az előző év őszén arról, hogy a társaság székhelye megváltozik, és a Sörháztérről nagyjából másfél év múlva, én úgy gondolom, nagyjából másfél év múlva kiköltözünk ide a csalai telephelyre, tehát igazából a cég teljes szolgáltatási tevékenysége vagy itt történik, vagy innen irányítva zajlik. Ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos projektünk. Egy európai támogatással létrejövő másik projekt, a úgynevezett KDV projekt, aminek a tervezése, illetve az ehhez erre vonatkozó közbeszerzések kiírása van jelenleg folyamatban. Ez egy teljes projektjét tekintve, ami 500 000 embert érint egyébként,
15 milliárd forintos értékű projekt. Ennek nagyjából fele az, ami székesfehérvári létesítmények lesznek, illetve Deponia Kft. Által üzemeltetett majdani gépekről lesz szó. A másik fele az pedig a másik közszolgáltatóhoz és másik a megye déli régiójához fog tartozni. Ahhoz, hogy ide kiköltözzön ugye a székesfehérvári telephely, ahhoz milyen plusz épületekre van szükség, vagy technológia? Elég sok mindenre van szükség, és itt a két projekt az nagyon összetartozik. Egy része a kiköltözéshez szükséges létesítményeknek meg fog valósulni a KDV-ben, ez általában a gépjármű üzemeltetéshez, illetve a szociál kapcsolódnak, illetve a szociális épületek. Az összes többi pedig a cég beruházásában fog itt megvalósulni egy irodaépület és egy TMK csarnok. Ez természetesen önkormányzati forrás is igénybevételre fog kerülni. Ezen a területen két fejlesztés lesz, az egyik maga a Deponia fejlesztése, amelyben remélhetőleg a, sőt biztosan másfél éven belül a városközpontból, belvárosból a sok kukásautó és hangos koszorzajos tevékenység ide csalára ki fog jönni. A másik, és ennek megfelelő irodaépületek és műhelyek épülnek itt. A másik, hogy itt a Deponia telephelye mellett van a Közép-Dunavidéke Huradék Gazdálkodási Társulásnak is egy 10 hektáros területe, ahol mintegy 6-7 milliárd forint értékben fogjuk fejleszteni a hulladékgazdálkodást. Ez a társulás 160 települést ölel fel, és két központja lesz, az egyik Adony, a másik pedig Székesfehérvár, és itt megvalósul ebből a sok pénzből egy teljesen új műszaki megoldás, ami érinti a mindennapi gépeket, kukásautókat és a szelektív és gazdaságos hulladékfeldolgozást is. Ez azt jelenti, hogy innen a telepről már szelektív anyagok válogatva, illetve fűtőanyag, átdolgozott anyagok fognak kimenni, és remélhetőleg a bejövő hulladék nagyon kis részét fogjuk csak lerakóba lerakni. Milyen finanszírozása lesz ennek az egésznek? Honnan van a forrás? Az egész Közép-Dunavidéke egy 16 milliárdos uniós pályázatot nyert el. Ennek egyik része majd a Dunaújvárosi Adonyi területre, a másik Székesfehérvárra, és kisebb egységek, kiszolgáló egységek lesznek még ezen a nagy területen elszórva, és ide fog menni. De hát Fehérvár olyan 6-7 milliárd forintot fog ebből kapni. Köszönjük figyelmüket, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!